a hagyomány már, hogy a Tolna megyei közgyűlés elnöke találkozóra hívja a megyében dolgozó újságírókat, hogy megbeszéljék, miként fejlődik, gyarapodik a tolnai járás, és hogy ezt milyen módon adják hírül a sajtómunkatársak. Már hagyományosan szoktunk beszélni bizonyos dolgokról ilyenkor télelején, őszvégén, ami arról szól, hogy mit végeztünk az elmúlt évben, milyen feladatokat tűztünk ki annó magunk elé, és hogyan teljesítettük azokat. Nem akarok én nagyon mélyen belemenni ezekbe a történetekbe, hiszen mindenki, főleg a jelenlévők tisztában vannak ezzel a történettel, hiszen ezekkel az anyagokkal, ezekkel az információkkal, ezekkel a hírekkel dolgoznak, amit egyébként külön szeretnék most megköszönni nekik, hiszen nélkülük nem tudnánk eljutni a megye lakosságához, a településen élő emberekhez. Nagyon fontos, hogy pontos és korrekt információt kapjanak a megyében történő elképzelésekről, azok megvalósításáról és a jövő felvázolásáról, újabb gondolatokról. Úgy épülnek fel az egyes helyzetek, hogy egy oldalban szántunk egy településnek a bemutatására, mindjárt részletezzük, de itt a sorrend, ahogy látható, ez a forgatásoknak a sorrendjében szerepel a könyv tartalomjegyzékében is, és itt Görögig jutottunk Magocsától elkezdve. Az elnök beszédét követően egy könyvbemutatóra is sor került, ugyanis a Tolna megyei önkormányzat néhány éve indított útjára egy a megye településeit a gasztronómia tükrén keresztül bemutató sorozatot. A Gasztromegye elnevezésű videóműsor célja, hogy felfedje a Tolna megyei falvak és városok kulináris kincseit. A gyűjteményből most egy receptkönyv is készült. Tolna megyei önkormányzata Gasztromegye projektjét 2020 végén indította el, és most ott tartunk, hogy összesen 36 forgatás történt a Tolna megye különböző településein. Igazából az a terv, hogy mind a 109 települést felkeressük, és készítsünk ott egy műsort, ami nem feltétlenül csak a gasztronómiáról szól, de nyilván a köré épül, hanem az értékekről is, a helyi közösségekről, mindennapokról, ünnepi pillanatokról. Igazából ez volt a terv, és most már a 36 településből tudtunk 30 receptet egy könyvbe foglalni, egy Hungarikum pályázatnak köszönhetően, és ez a 30 település mindegyik oldalpáron bemutatja, hogy melyik étel az, amire a leginkább büszke, amit a legjobban el tudnak készíteni a helyi emberek. És akkor így Madocsától kezdve egészen Gyönkig bejártuk a megyét. A településnek a büszkesége talán az egyik leghíresebb ember is ott, és ugye ők azt mutatták be, amire a legbüszkébbek, amit ők a legjobban el tudnak készíteni a faluban, ez a pacal börkölt volt. Mind a 30 településhez van egy receptleírás, emellett magát a községet és helyi értékeket is bemutatják. Van egy kis érték, összefoglaló település, bemutató szövegrész, és van egy QR kód is mindegyik oldalon, hogyha valaki nem látta volna ezt az adott műsort, akkor az okostelefonjával ráközelít a kamerán keresztül, és akkor a YouTube-on vagy valamelyik közösségi média felületen meg tudja nézni az adott epizódot. Minden Tolna megyei embernek ajánljuk, hiszen ez egy büszkeség számunkra is, meg azoknak a településeknek is egy büszkeség volt, akiknél kint jártunk, és ennek van nyilván egyfajta turisztikai értéke is, hiszen azok, akik még nem ismerik annyira Tolna megyét, vagy az itteni gasztronómiát, azok a könyvön keresztül betekintést nyerhetnek, és mindennapi használatra is tudjuk ezt ajánlani, hiszen rendkívül jó receptek születtek. Manapság nehéz már elérni ezeket a helyben készült ételeknek a leírásait, és ez tényleg autentikusan első kézből a mi településeinkről érkeztek.